A mai videóban visszautazunk oda, ahol minden kezdődött. Utolsó két évbe követtek engem, akkor talán kimaradt ez az egész Róma korszak nektek, és talán nem értitek azt, hogy miért ilyen fontos számomra Róma. A helyzet az, hogy lassan a 22 évemből 10 évet éltem Rómába, és itt tanultam meg kétszer olaszul, mert egyszer elfelejtettem, és egyszer pedig franciául is, és ide jártam 10 évet az életemből iskolába. De ezeket az iskolás sztorikat már gyakran elmeséltem több videóban is, úgyhogy esetleg nézzétek meg azokat, viszont ami most inkább fontosabb nekünk az az, hogy nem csak hogy ide jártam suliba, nem csak hogy itt laktam, de ez az egész csatorna, ez amit itt felépítettünk együtt, ez itt kezdődött el Rómában. Pontosan nem itt. Várjatok, menjünk vissza arra a helyre, ahol ténylegesen elkezdődött az egész. És amikor azt mondtam, hogy oda kell visszamennem, ahol ténylegesen minden kezdődött, az itt van, fölöttem, a negyedik emeleten, a tetőteraszon. Ugyanis abból a teraszból, ott fönt, abból volt leválasztva az én szobám, ahol minden videózás elindult. Így van, körülbelül 4 éve, pontosan azon az emeleten, ebben a házban, itt készült el az első videómtól kezdve, az első vlogon át. Sziasztok, végre mindannyian! Üdvözlök titeket az első heti vlogba! Az első Insta képekig. És igen, itt laktam 4 éven keresztül, és itt jött az az ötlet, hogy valamiért én el szeretnék kezdeni tartalmat gyártani, és igazából megtanulni vágni, és hát innen jött az az ötlet, hogy akkor legyen ez a csatorna. Persze itt még a 100 feliratkozóhoz is 8 hónap kellett, hogy elérjem, és most ez elég klisés szöveg lehet, de tényleg sose gondoltam volna, hogy idáig fogok eljutni. Szívem szerint most becsöngetnék és felkérdezkednék a régi lakásomba, de biztos nem vennék jó szemmel, úgyhogy ezt nem fogom csinálni. A másik húja ötlet, ami támad, hogy felrepülök oda drónnal is, és benézek a teraszról az én szobámba, de hát ez is egy elég hülye ötlet, mert egy személyiségi jogok sértése lenne, 2 magántulajdon sértése, illetve szembe van velünk az angol nagykövetség, amit iszonyatosan őriznek katonák mindig. És amint itt egy drón felszállna, az egyből jönne és le, zuhanna le, és lehet, hogy még ott rám is lőnének a katonák, úgyhogy ezt se akarom. De tényleg minden ebbe a házba történt. Innen készült el, arrafelé nézve az első timelapse-em, az első vlogomhoz. Ebből a parkolóból álltam ki, úgyhogy először bízta rám édesapám az autót, és hát meg is húztam az egyik oldalsó autót, mert ahogy kiálltam, nem figyeltem az autó órára, és egy kicsit megkoccintottam a mellettem lévő autót. Nem, srácok, nehogy valami menő amerikai tinédzsernek higgyetek engem. Csak apukám elutazott, és megkérte, hogy parkoljam át az autót, úgyhogy iskola előtt átállok. Az igazat megvalván kicsit félek, mert először vezetem egyedül. Apa mindig itt volt mellettem, úgyhogy na most nézzük, hogy mit ér ez a jogsi. Innen indultam el testérettségire. Sátok, ma testérettségim lesz, úgyhogy oda megyek éppen. Volt egyszer testérettségim talancsornából, egyszer futásból, és most pedig versenyszerű tollas labdázás lesz. Itt szálltam be az autóba, hogy a búvár vizsgámat teljesítsem. És minden reggel ebből az ajtóból léptem ki fáradt arccal, és indultam neki az aznapi kalandomnak a helyi francia iskolába. És megérkeztünk a mindennapi börtönhöz, hát szép néven ezt iskolának nevezték, vagy hát giminek. Ide jártam 4 éven keresztül, vagy hát 3 éven keresztül, mert 1 évet abban az épületben ott. Amit már mutattam nektek ebből az iskolában, Rokba, az az utolsó napom volt, amikor is kitört a nyári szünet. Utolsó év, utolsó napom.
és földrajzóráról kiszabadultunk. Hát igen, ez is megmaradt egy szép emléknek, már ha az iskola nem is. Az iskola vége, az nagyon. And it makes me cry. Think that you are no longer. Stop, man. Adesso non c'è troppo nel tuo blog. Ő a kedvenc tanárom itt. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Kézen vagyok! Didn't I make you smile? És ez megvan, hogy itt jártam el az örömtáncot, amikor is ténylegesen vég lett a sulinak. Ezt megünnepeljük, elmentünk utána egy szökőkútbe. But I hope that you give me one more chance to make you mine. Négyen vagyunk, befejeztük az iskola évet. Ciao. Ciao. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Why not make you mine again? For all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Smile. Didn't I make you feel like you were happy for a while?